Terroristák lövöldöztek a 2-es metró egyik állomásán, legalábbis a terrorelhárítási központ 2016-os gyakorlatán. A merénylők sok halottat hagytak maguk után, és volt túszejtés is. Az akcióban a magyar kommandósok mellett cseh, lengyel és szlovák egyenruhások is részt vettek. Ez volt a V4-ek első közös gyakorlata. Az első konferencia pedig egy évvel később Visegrádon volt, akkor állapodtak meg a biztonsági szakemberek abban, fél évente tanácskoznak egymással annak érdekében, hogy egy komplex védelmi rendszert hozzanak létre a régióban, fogalmazott Hajdú János vezérőrnagy. Második konferenciánk van, bár igazából a nyitó, az igazi az a mostani. A múltkor szögeztük le és fektettük le azokat az alapokat, hogy a V4 országok között meglévő terrorelhárítási együttműködést Izrael állam mal kiegészítve, tulajdonképpen az ő tapasztalatait is behozva ebbe a V4-es szövetségbe megosszuk, és megkezdjünk egy együttműködést. Jól sikerült, tudjuk folytatni. Ennek jó bizonyíték az, hogy az idén is sikerült összeülnünk, és nagyon bízom benne, hogy 6 havonta most ezt meg fogjuk tudni ismételni. V4 tagországok terrorelhárító szakemberei, valamint Izrael állam terrorelhárító szakemberei. Amikor terrorelhárításról beszélünk, ma már egy picit komplexebb dolgokról beszélünk. 3 nagy csoportra osztottuk most is. Nyilván az első, a legfontosabb, ami mindenkit érdekel ebben a szakmában, úgy értem, az a felderítési tevékenység, az információk megosztása, az információk áramlása, annak a feldolgozása. És van egy műveleti terület, amiről nagyon fontos, hogy beszéljünk. Mindenki eddig csak a saját nemzeti szinten felépített műveleti egységeit tudta a háta mögött, és beszélt róla a konferencián. Mi azt mondjuk, ez egy tavaly, most már jó másfél éves kezdeményezés volt a részemről, hogy Magyarországgal szomszédos országokban fektessük le azokat az egyezményeket, amire különben jelenleg is lehetőségünk van, hogy akár egy koncentrált terrortámadás esetén nagyobb erővel tudjon föllépni az ország nemzeti szinten, hogy a szomszédos ország nyújtson segítséget. És akár fegyveres műveleti egységek, ha igényli a másik ország, át tudjon lépni a határon, és segítséget tudjon nyújtani, nyilván a belügyminiszterek megegyezésével. Amikor itt volt Netanyahu miniszterelnök, akkor egy nagyon jó szakmai megbeszélést folytattak, nem csak a miniszterelnöki szinten, hanem szakértői szinten is. És ennek lett az eredménye az, hogy a V4 országok mellett megjelent Izrael. Mi nagyon örülünk ennek különben. Borzasztó nagy tapasztalattal rendelkeznek, nagyon-nagyon színvonalas előadásokat tudnak tartani, és rengeteg olyan anyagot mondanak, amiből bizony tanulni tudunk. És tanulni itt végig-végig kell. Hála jó Istennek mondhatjuk, hogy nincsenek meg ezek a tapasztalataink a V4 országoknak, és bízom benne, hogy Európa legbiztonságosabb régiójaként kezelt úgynevezett V4-es szövetség az meg is marad ilyen biztonságban. Azt gondolom, hogy mindenki látja ma az európai helyzetet. Tehát ma már azért egyre több felvétel, videó és nyilatkozat kerül elő Nyugat-Európából, ahol eddig úgy tűnik, hogy valamilyen szinten vissza voltak fogva ezek a hírek. Ha megnézzük a skandináv területen történt elkövetéseket, és hogy ez milyen számban követik el nemrég, pár éve beérkezett migránsok, vagy akár első vagy második generációs migránsok, és ezek hogy kötődnek ezekhez, akkor azt mondjuk, hogy lehet azon vitatkozni a politikusoknak nyilván, hogy a migráció hordozta a terrorizmust vagy sem. Terrorelhárítóként ez nálunk nem volt kétség, de 2016-ban se volt az, tényként állítottuk akkor is. Kaptunk is érte, de azóta bizonyosságot nyert, hogy ez igaz volt. Na hát erre kell felkészülni. Ennek az a detektálására, és sajnos, hogy odáig jut, akkor viszont a felszámolására. Tegyük fel, egy robbantás történne valahol itt Közép-Európában, akár Magyarországon, akkor hogyan történne a baj felszámolás, az elhárítás? Segítségnyújtás esetleg az országok között? Erre talán az egyik legjobb példa a Bataclan stadion és a környékén történt francia támadások. Több helyen koncentrált támadást hajtottak végre, és bizony volt olyan erő, láttuk a híradóba, ahova már nem speciális egység ment, hanem ugyan nem szokványos rendvédelmi csapat, hanem valahol a kettő között, de nem speciális alakulat. Sem a felszámoláshoz, sem az zárásokhoz. Ezt egyféleképpen lehet mondani, elfogytak az erők abban a pillanatban. Nyilván érkeztek be otthonról, de hát ez az egész történt másfél-két óra alatt. Tehát ennyi idő alatt kell megmozgatni hatalmas tömeget. És én azt mondtam akkor, amikor úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk az együttműködést a határmenti országokkal, hogyha a terroristák képesek valahonnan messze, Közel-Keletről olyan műveletet szervezni, ami szervezetten és pontosan átível egész Európán, akkor nekünk is a rendvédelmi szerveknek erre képesnek kell lenni. Ezért kell az együttműködés. Amennyiben olyan koncentrált terrortámadás történik bármely országban, akivel megvan ez az együttműködési megállapodásunk, különben ez élő törvény, tehát nem kell hozzá sem alkotni, sem módosítani, ez lehetőség van rá,
akkor ha belügyminiszterek úgy döntenek, akkor legalábbis Magyarország ebbe biztosan készek vagyunk, hisz nekünk erre megvannak a terveink, és megvannak az időintervallumaink, hogy mennyire tudjuk elérni a határt, és ha kell segítséget nyújtani bárkinek, aki kér tőlünk. Ma a képesség, az erő, az eszköz, a létszám, erre minden adott Magyarországon. A terrorváltási központ ma már lényegesen nagyobb feladatokat meg tud oldani, mint egy adott országon belüli terrorfelszámolás. Tehát nagyobbak az erők és a lehetőségeink. Idézőjelben a csak, de csak terrorfenyegetésre kell felkészülni a TEC-nek, illetve ennek a csapatnak, akik most itt részt vesznek a konferencián? Hát nézze, a nevünkben is benne van, a törvény is erre ad felhatalmazást, nem tekintenénk ki. Megvannak azok a rendvédelmi erők, akiknek más a dolga. Nyilván a titkosszolgálatok, az alkotmányvédelmi hivatal, a katonai szolgálatok, a rendvédelem, a rendőrségnek is megvan a maga szegmense, nyilván egy nagyobb spektrumban. A találtási központ egy meglehetően szűk spektrumban érintett, de viszont ott csak ő érintett. Tehát terrorelhárítással kapcsolatos információk feldolgozása, az alulról reagálás az a TEC-ben történik. Ez a mi dolgunk. Ha minden szándékot fel lehetne deríteni, akkor nem lett volna szeptember 11-e 2001-ben, nem lett volna Madrid, nem lett volna London, kétszer is többször, nem lett volna Nyugat-Európa, Németország, Franciaország, Belgium, ezek mind nem lettek volna. De a cél az, hogy ne legyenek. Az, hogy mennyire és milyen eséllyel tudjuk ezt megtenni, az mindig az adott szerveknek a képességétől függ. Ez legfőképp humán képesség, először is politikai akarat, hogy egyáltalán akar-e a politikai abba pénzt tenni, hogy biztonságban legyenek az országban az emberek. Jelenleg 2010 óta van egy ilyen akarat. Létre is hoztunk egy erre foglalt szakosított szervezetet, és én azt gondolom, hogy eddig biztonságban tudtuk tartani, de ez egy nagyon nehéz mesdje, mert most itt beszélünk, és lehet, hogy holnap történnek terrorcselekmények Európában, nagyon bízom benne, hogy Magyarországon nem, de elérhet minket a dolog. És erre nekünk fel kell készülnünk. A társszervekkel való együttműködés nélkül terrorelhárítás az nem létezik. A kettő nagyon-nagyon szorosan együtt jár. A terrorelhárítási központ 2010 óta építi a nemzetközi kapcsolatait, több mint 60 országgal van titkosszolgálati kapcsolatunk, ami egy nagyon magas szám, és ez folyamatosan bővül. Nyilván lépkedünk azok a nehéz helyek felé, idézőjelben nehéz helyek felé, a háborús övezetek, a konfliktus zónák felé, afrikai területek felé, ahol, hogyha elrabolt magyarok vannak, akkor meg tudjunk szólítani szolgálatokat, eredményesen tudjunk segíteni bajba jutott magyar állampolgároknak, de visszatérve az alapkérdésre, a kettő annyira szoros, hogy szinte már egy fogalom, a nemzetközi együttműködés, a terrorellátás, ez kéz a kézbe jár. A témák mindig ugyanazok lesznek, hisz nálunk a terrorellátási központban három szakmai igazgatóság van, a felderítés, a kvázi hírszerzés, a műveleti tevékenység, a felszámolás, egy személyvédelmi munka, amely a védett vezetők elleni támadásokat hivatott felderíteni. Ezen a három területen megyünk, és ebben már nagyon-nagyon sok európai országgal találkozunk, aki hasonlóra szervezi át a saját terrorelhárítását, vagy egészíti ki ezzel a modellel. 8 év alatt ez bizony létjogosultságot nyert, hogy jó irányba gondolkodtunk, jó irányba haladunk, és majd egyre többen mennek ebbe az irányba. Ez a három terület mindig is benne lesz az együttműködésben, de vannak olyan nagyon speciális területek, például ez a CBRN terület, ami arról szól, hogy kémiai, biológiai, vegyi fegyverekkel történő terrortámadás. Ez egy nem új terület, de egy speciális terület, kisebb szegmenst érint. Jelentős összegeket költünk arra, hogy fel legyünk készülve erre is. Úgy a detektálásra, mint az elhárítására. Együttműködünk a Magyar Honvédséggel ebben. Nagyon jó kapcsolataink vannak a katasztrófavédelemmel, az atomenergetikai hivatallal. Tehát van itt egy munkánk. Aztán vannak még különböző kisebb területek, amiben mindig is együttműködés lesz. És ahogy a V4 országoknak a soros elnöksége adja magát, úgy változunk mindig mi is a helyszínekben. És így fogjuk ezt építeni a következő időszakban. A főigazgató hozzátette, a migrációs válság olyan kihívásokat jelent, amely miatt kulcsfontosságú a regionális együttműködés. A kétnapos gárdonyi konferenciához Izrael is csatlakozott. Bár a V4 országoknak nem kellett az elmúlt évtizedekben súlyos belső biztonsági kihívásokkal szembenézniük, a nyugat-európai terrortámadások miatt nélkülözhetetlen gyakorlati tudás átadására képesek az izraeli kommandósok, fogalmazott Hajdú János.